média partnereink: Palotta Környezetvédelmi Kft., Nordorient Kft., Trend Építő Zrt., Septox Kft., Build IT. December 27-e és 29-e között immár 24. alkalommal rendezték meg a Fenstherm Kontakt Szilveszter Rallyt a Hungaroringen. A hagyományos évbúcsúztató viadalon több mint 200 páros láthattak a nézők, köszönhetően annak is, hogy a bulifutamon 8 ország versenyzői vettek részt. A verseny össztávja 56 km volt, a mezőny szerdán 2, csütörtökön pedig 4 gyorsasági teljesített a ring belső és külső aszfaltjain kialakított szakaszokon. A benzingő szerelmeseinek szórakozását az enyhe hőmérséklet mellett a majd egy tucat top kategóriás Skoda Fabia biztosította, mellettük több Mitsubishi Lancer és Subaru Impreza is érkezett. A magyar kézben lévő Ford Fiesta VRC, a legújabb fejlesztésű Skoda Fabia RS Rally 2 és a Rally Legendet is megjárt Audi Quattro igazi kuriózumnak számított, de természetesen a BMW-k, Labák és a Metz Özberg Citroen C3-asába átülő csomós Mixi is igyekezett gondoskodni arról, hogy látványban ne legyen hiány. Az évzáró verseny több újdonságot is tartogatott, amelynek egyik fontos eleme volt, hogy a juniorok saját kategóriában vívhattak meg egymással, míg a szervezők úgy döntöttek, hogy azokat a párosokat is díjazzák, akik nem az óra ellen, hanem a közönségnek autóznak. A verseny egy szomorú esettel kezdődött, ugyanis az előfutók között Lada VFTS-t hajtó Kaposi László pilóta rosszul lett a pályán, de autóját és navigátorát lehozta a szakaszról. A szakszerű és azonnali orvosi segítség ellenére sem lehetett újraéleszteni. Kaposi László 59 éves volt. A versenyt a Skoda Fabia Rally 2-vel László Martin és a mellé több hónap után visszaülő Zsíros Gábor kezdte a legjobban, akik már az első gyorsaságén 5 másodperces előnyt autóztak ki, a második ugyancsak Fabiával rajtoló cseh Petr Semerád és navigátora előtt. Mögöttük a Ford Fiesta VRC-vel robogó Schubert István és Papp Attila futott be harmadikként, míg a verseny egyik esélyesének számító csomós Mixiék már a pálya felénél kiütötték a jobb hátsó futóművet a Citroen alól, amivel rögtön komoly időhátrányba kerültek. Semerádék már a következő körben jelezték, hogy ők bizony nyerni jöttek a ringre, és a másodikat megnyerték László Martinék előtt, és csökkentették a hátrányukat. A ring belsőn megrendezett első napot az első győzelmére hajtó László Martin és navigátora Zsíros Gábor zárta az élen. Martin érthető módon elégedett volt a dolgok állásával, és a Mikulás Rallis dobogó után mindenképpen előrelépés volt ez a helyezés. Nagyon jó, nagyon élvezzük, nagyon szeretek itt menni. Jó ez a verseny egy évvégére, itt a karácsonyi unatkozás után jó egy kicsit kiszabadulni egy ilyen kocsival, meg hát megint csak óriási élmény. Vezetjük a versenyt az első nap után, nem számítottunk rá, megmondom őszintén. Meglátjuk a holnapot, nem lesz egyszerű reggel, a -2-t nézegettünk most itt reggel 9 órára. Meglátjuk, várjuk már nagyon. Nagyon-nagyon szűkek ezek az utak, itt a csúszós aszfalton ezekkel az erős autókkal elég könnyű odaérni egy-egy patkához, úgyhogy jó féktáv, jó kigyorsítás. Semerád mögött Gyarmati Ariel és Juszko Lajos a MOL versenybenzin képviseletében volt jelen, és alkalmi navigátorként vállalt szerepet a Mitsubishi Lancer Evo 9-ben, és meglepetésre a top autók közé befurakodva a harmadik helyen álltak a két szakaszt követően. Majd 30 jobb 4 gumi mögé, ből bal 3, 30 bukkan balra. Jobb 45 bent tart. Élményautózásnak indult, de természetesen sietünk. A várakozáson felül sikerült az első két gyorságit teljesíteni, él a gáz végig. Ugye vendégnavigátorral megyek, aki tökéletesen teljesíti a feladatot, nagyon jól mondja az itinert. Holnap már ugye lesz azért a ring külső is, illetve a belső. A belsőből reméljük, hogy holnap már meg tudják tartani a körgyorsaságit is. Holnap még az egy hosszú és nehéz nap lesz, de bízunk benne, hogy ugyanúgy problémamentesen fogjuk tudni teljesíteni. Ifjabb Ranga László Rohrer Ádámmal az oldalán a 6. helyen zárta az első napot. Ezt az autót a Santa Domenica Rally Show-n még testvére Peti hajtotta, most pedig ő élvezhette ki a Hungaroring aszfaltjain. A tempó mellett szívdobogtató látvány volt a Skoda Fabia R5, ami elhunyt édesapjuk, a többszörös magyar bajnok Ranga László versenyautójának ruháját kapta meg. Akkor megjött a kocsi 5 nappal a verseny előtt a horvát versenye előtt a Petinek, akkor nem volt idő dekortervezni, és a dekorosnak a fejéből pattant ki, hogy legyen ez a molos dizájn, próbáljuk ki, de sikerült, jól áll az autónak szerintem, úgyhogy
talán mindenki örül neki. 3,5-4 éve ültem utoljára erőt az autóba. A feeling az visszajött, de eléggé kapkodok még benne, nem találom még magam. Most az utolsó gyorsan egy picit sikerült gyorsabban menni, de azt a finom mozdulatok még nincsenek meg, amitől gyorsan lehetne menni ilyen autóval. Az egyik gondunk, a másik gondunk, ha gondnak lehet nevezni, hogy nekünk nincsen nagy szűkítőnk. Ugye a mezőnyben szinte mindenki azzal megy, sajnos mi vagyunk itt egyedül homolog autóval, úgyhogy küzdünk nagyon a másodpercekre a többiekkel, de valószínűleg ezt el kell engedni, mert olyan nagy a hátrány, hogy ezt nem lehet kiautózni szerintem. Csomós Mixi és Nagy Attila a 2022-es bajnok Metz Özberg által használt Citroen C3 Rally 2-es próbálta ki ezen a futamon, hogy tapasztalatot szerezzenek és képet kapjanak a típusról. Az első gyorsan történt akció után lehozták a sérült autót, amit a szervisz helyrehozott, és a másodikon már a harmadik legjobb időt autózták, és az összetettben 16. helyen álltak. Alapvetően nagyon gyorsan ment fel az Özberg, és akkor megszerettük volna próbálni, hogy tudunk-e mi is olyan gyorsan menni. Eddig úgy tűnik, hogy nem, de nagyon szépen bemutatkoztunk itt a tagaiknál, rögtön az első gyors felénél kiütöttük. Igazából annyi volt, hogy egy picit jobban elment keresztbe, szűke volt a kanyar kijárat, és egy palánkra egy picit rátámasztott, de igazán nem volt nagy probléma. Gyorsan kikalapálták meg, amit kellett, kicseréltek, aztán nem mentünk is tovább. Alapvetően arról van szó, hogy a Skodánkat azt elvitték Romániába. Mi keresünk több új projektet, több új megoldást. Az egyik megoldás az itt áll mögöttem, a Tagai Racing Technology által biztosított C3 Rally 2. Igazából ez egy főpróba, még nem fogtunk kezdet a jövő szezonra, bár azt gondolom, hogy elzárunk most a legközelebb, hogy ezzel az autóval teljesítsük jövőre az EB-t. Igazából ezt az egész buli versenyt tényleg annak szánjuk, hogy egy kicsit belemelegedjünk, megnézzük, hogy Mixinek fekszik az autó. Egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon. A Skoda által nemrég bemutatott vadonatúj rally fegyvert, a Fabia RS Rally 2-t az Eurosol Racing Team az elsők között vehette birtokba, amit Puskádi János és Gódor Barnabás be is mutatott a publikumnak a Hungaroringen. A negyedik helyen zárták az első napot a szépségdíjas Skodával, amire januárban is már több bevetés vár a nemzetközi porondon. Nagyon jó, mindig jó érzés egy új autóval menni. Most se vettem el magamtól ezt a előnyt, hogy ha már hozzánk került egy ilyen autó, akkor az első métereket én tehessem meg vele. Hát nem kell nagyon bemutatni, ez ugye a legújabb fejlesztésű Skoda RS. Isten igazából két okból jöttünk ki, egyrészt, hogy megtegyen pár kilométert, hiszen január 2-án a szilveszteri buli után gyakorlatilag egyből indulunk ki a Janner Rallyra, ahol már Simon Wagner fog harcolni a újabb bajnoki címért Ausztriába, onnan pedig Monte Carlo-ba megyünk. Úgyhogy ne ott legyenek az első kilométerek, ezért gondoltuk, egy kicsit átmozgatjuk egyrésztről, másrésztről meg nem titok, hogy én is szeretem volna vele menni. Egy ilyen autónál én azt gondolom, hogy tényleg csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. Mindig egy nagyon jó dolog, abszolút kényelmes, jól vezethető. Én azt gondolom, hogy csak pozitívat tudok róla mondani. Az új Skoda mellett nagy közönség sikert aratott a Schubert István által kormányzott Ford Fiesta VRC is, amit eddig soha nem láthattunk a hazai rallipályákon, de neki köszönhetően a világbajnokságot is megjárt, World Rally Kart is megcsodálhatta a nézősereg. Ezt a típust az M-Sport 2021-ig használta, és ezen VRC-k közül az egyiket hozta el a magyar pilóta. Ezzel a Formax ment tavaly Belgából, összetörte, az M-Sport újjáépítette, és akkor elhoztuk tőlük. Nagyon jó érzés itt lenni, főleg ezzel az autóval. Még nem értünk annyira hozzá, hogy jól is tudjunk vele menni, de mindent megpróbálunk megtenni, hogy a nézőknek annyira ne legyen ciki a helyzet. Félek a patkáktól, és nem akarom abszolút összetörni, úgyhogy inkább lassabban megyünk. Belülről nagyon jó. Tegnap volt egy hibánk ezzel, mert annyira jó belülről, hogy már kicsit csop volt, úgyhogy gumilasítót elvittünk. De ahogy látszik, nem lett nagy baj az autón. Órai Balást idén csak a Székesfehérvár Veszprém rallin láthattuk. A Murvás Mikulást ezúttal kihagyta, de a Szilveszter rallinak ő sem tudott ellenállni. A Top Cars Skodája remekül működött alatta, de a szűk pályák feladták a leckét a már csak hobbi szinten versenyző pilótának. Ugyanaz, mint szokott lenni, jó a kedvünk, egész jókat mentem, ahhoz képest, hogy tényleg nem mentem aszfalton egy éve, és akkor is csak itt. Igyekszünk fölvenni a tempót, biztos vagyok benne, a verseny végére lesz meg a igazi tempó. Mindig óvatosabban választottunk újit, mindig elmelegedett egy kicsit. Az elsőre nagyobb puhát választottunk, most egy keményebbet, ez már slick, de ez is a végére már égett. Próbálunk az egy-két-három abszolút helyet előre, mert tizedek döntenek, azt a párat azért próbáljuk lehúzni.
A Rally Szakági Bizottság decemberben kinevezett vezetője Hoffer Zsolt sem hagyhatta ki, hogy a volán mögött ülve búcsúztassa 2022-t. Több alkalmi navigátor is helyet foglalt mellette, köztük az MNAS újdonsült elnöke Szújó Zoltán is belekóstolt a Ford Fiesta Rally 3 adta élményekbe. Mi autónk már Finnországban van. Ugye jövő évben nem az autósporton lesz az én életemben a hangsúly, ebből adódóan ugye nem volt elvárható a csapattól, hogy megtartsa nekem ezt az autót. Ugye a PSA autójával megyünk most így az év utolsó versenyén, és igazándiból itt most nem is a versenyről van a hangsúly. Igazándiból egy régi partnerem keresett meg, és az ő kollégáit egy sorsolással kerültek kijelölésre. Úgyhogy 5 vendéget viszek, a 6. vendégen pedig Szőjös Zoltán volt, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke. Úgyhogy így autózom, igazán mindig valakit viszek. Fejből autózunk nagyjából olyan 60%-on, kifejezetten a biztonságra figyelve, egy picit hangsúlyt kap a kézifék, illetőleg az összkerékhajtásnak a sajátosságai. Jedlóczky Márk 2018 után tért vissza a Szilveszter rallira, ezúttal egy Peugeot 208 Rally 4-jel, amiben Kertész Krisztián segítette a visszarázódását. Korábban Seat Leon Cuprát hajtott, de jövőre többet láthatjuk majd a fiatal pilótát is. A pálya autózásról ugyanis rallira vált, méghozzá a Peugeot kupában száll majd harcba. Hát idén nem versenyeztem igazából, 3 éve ültem utoljára rally autóba. Azelőtt talán Pécsen volt a Szuhanyik emlékverseny, ott mentünk a kuprával. Nekünk az a terv, hogy jövőre ezzel az autóval menjünk. Igazából ez az első versenyünk vele, de teljesen pozitív tapasztalataink vannak. Az egész csapat egy olyan autót rakott talán, ami irgalmatlan jó. Szerintem ez látszódik az időeredményből is, bár kaptunk egy 15 másodperces büntetést, amit azért most nehéz ledolgozni. Így vagyunk most perpillanat a kategória második helyen, 5 másodperccel. Mindenféleképpen azért megpróbálkozunk, hogy hátra sikerül ezt még ledolgozni, mert eddig minden gyorsasági szakaszt meg tudtuk nyerni. A Krisztián az nagyon felszabadít engem a kocsiba. Nyilván nekem ők egy ilyen példaképeim voltak, és mi most is azok, és azért nyilván van egy ilyen megfelelési vágyam feléjük, de szerintem nagyon jól összehangolódtunk, úgyhogy nagyon-nagyon jó verseny. Média partnereink: Septox Kft. Trend Építő Zrt. Build IT. Nordorient Kft. Palota Környezetvédelmi Kft. Vida Szabolcs és Petrovszky Dániel idén kóstolt bele a top kategóriába, egyre jobban úsztak a képzeletbeli mély vízben, de a Skoda Fabia erőt után ezúttal egy frissebb technikával érkeztek. A 2022-ben Németh Gábor által hajtott Skoda Fabia Rally 2 Evo került a csapathoz, és az Ózd és Zemplén Rally után ezúttal is sikerült a top 10-ben autózniuk. Álmaink dolga válik ilyenkor valóra, amikor így lehet így ilyen komoly versenyzőkkel versenyezni. Próbálunk felnőni a feladathoz, ezt az újabbik autót ezt próbáljuk belakni, megszokni, de szerintem jó az irány és nagyon tetszik. Az autó az egy sokkal ilyen kifinomultabb, ilyen kezesebbnek tűnik, de hát igen, változtattak rajta sokat, biztos vagyok benne, hogy nem hiába jobbak ezek egy picit, ugye hozzá kell szokni, sokat kell ezzel is menni. A pályákkal kapcsolatosan meg én ugye most mentem először ezen a Szilveszter Rallyn, még nem volt rá lehetőség. Hát vannak még kérdőjelek a pályával kapcsolatban, de amúgy összességében teljesen tetszik. Szabolcs korábbi autója sem maradt pilóta nélkül, hiszen testvére Vida Péter és navigátora Bárdos Péter pattant bele a szabaddá tett Skoda Fabia R5-be. Ők a Rally 4-es Peugeot-val teljesítették a szezont, és érthető módon élvezték a két autó közti különbséget, és gondmentesen léptek fel a top kategóriába. Mi se szerettük volna Petivel az évet úgy zárni, hogy ugye kiestünk és becsúsztunk. Ő felajánlotta, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnám. Örülök neki, mert ez egy nagyon komoly technika is, és hihetetlen, amit tud. A hasonlóság az nagyon sok dologban, úgy gondolom, a fék, a futómű, csak kétszer olyan gyors, hátul is hajt, azért tisztelgetni kell, de úgy érzem, hogy jövünk belefele. Nyilván ide is lenne jó ugye új gumival menni, de arra most nincs lehetőség, úgyhogy ebből próbáljuk kihozni a maximumot, de lépkedünk előre. Nyilván szélesebb, a szűk lassítókban azért résznél kell lenni, hogy ne borítsuk a gumit, de elfér, úgyhogy nagyon, nagyon jó, nagyon tetszik. Bardóczi Ádám elfoglaltságai miatt az egyetlen murvás futamon egy Peugeot 208-as nyüstölt, de az évzárót sem hagyta ki. Tavaly egy Skodában láthattuk a ringen, de idén a Bodolai László által használt Ford Fiesta Rally 2-re esett a választása. 2021-hez hasonlóan Velezdi Eszter diktálta az itinert a jobb egyben.
Nagyon jó most ez a kocsi, nagyon-nagyon tetszik nekünk. Ugye tavaly sikerült egy Skodával mennünk, azt is egész jól tudtuk abszolválni, úgyhogy viszont a Ford az még mind a kettőnknek nagyon új, de Ádám nagyon otthonosan mozog benne. Ugye a nulladik napon volt már egy tesztünk, ahol sikerült megismerkedni a kocsival. Tegnap egész jól sikerült versenyezni rajta. A top 10-ben tudtunk autózni, ez úgy gondolom, hogy mindenképpen egy nagyon jó eredmény. Volt egy kis malőrünk, szembesültünk egy olyan problémával, hogy egyszer csak úgy gondolta a kijelző, hogy nem mutatja, annyira sebességben vagyunk, meg egy kicsit meg is torpant. Úgyhogy kicsit elvesztettük a kontrollt, egy kicsit így leúztunk az autóval az útról, hogy sikerült elvinni egy-két gumit, de Ádám nagyon ügyesen és rutinosan megoldotta, mentünk tovább, úgyhogy nincs semmi gond. Turcsik Tamás nevét a Laba Club Hungary révén ismerhettük meg. 2019 után tért vissza a Silvester Rallyra. Ráadásul a Lada helyett ezúttal már egy Mitsubishi Lancer volánja mögött ült újdonsült navigátorával. Sokat nem tudtunk vele menni, Rábaringen mentünk vele, ott kipróbáltuk a kocsit. Nagyon jó indulatú, de Silvester Rallyn tegnap sikerült vele először menni élesbe, úgyhogy tegnapi nap volt a vízválasztó. Bármennyire is 2004-2005-ös technikáról beszélünk, iszonyatosan jó az autó, nagyon jó indulatú. El kell hinni, hogy az összkerék meg minden tudja a dolgát, el kell hinni, hogy a Ladához köze nincs. Szeretnénk vele komolyabb helyeken is menni, tehát ezzel most már azért szeretnénk szintet lépni. Elvárás igazából még mindig az, hogy jól érezzük magunkat, mert ez azért megmaradt a Zsigulis múltból, és ami a lényeg, nagyon-nagyon sokat kell menni az autóval, mert ezt az autót nagyon szokni kell. A második napon két körön összesen 4 gyorsasági szakaszon folytatódtak az izgalmak, és elsősorban az volt a kérdés, hogy László Martinék vagy cseh riválisaik állhatnak a dobogó legfelső fokára a 24. Szilveszter Rally végén. Ekkor már nem csak a belső, de a ring külső aszfaltja is megdolgoztatta a pilótákat, amelyen ezúttal is László Martin kezdett a legjobban, 6 másodpercre növelve az előnyét. A folytatásban azonban Szemerádék 2 abszolút idővel visszazárkóztak rájuk, és úgy tűnt, hogy akár ki is énekelhetik a sajtot a magyar kettős szájából. Végül azonban László Martin és Zsíros Gábor nyerte a Silvester Rallyt. A magyar páros első sikerét aratta a hungaroringi óév búcsúztatón, miután 1 másodpercnyi előnyt megőriztek a cseh párossal szemben. Sokat fejlődött. Először azt hittem, hogy tegnap még volt olyan kételjem, hogy az itinerben nem annyira, aztán rájöttem, hogy igen, és láttam, hogy nekem kell előrébb járnom. Nagyon jó itinert ír az év eleje óta, mióta mi együtt mentünk, vagy jó itinert csináltunk, jó itinert készítettünk. Ez meg is látszott a tegnapi első gyorsan. Ott azt hiszem, hogy azt a húz meg erez meg egy gyomrossal kezdődött, és ott tudtunk egy olyan előnyt csinálni, amivel mai napon csak be kellett osszuk. Persze nagyon gyorsan mentünk, de hát be tudtuk osztani, és az 1 másodperccel nyertünk, úgyhogy minden rendben volt vele. Még fel sem fogom szerintem, ez az első abszolút győzelmem. Visszajött a Gabi, nagyon jó volt a hangulat végig, nagyon jó volt a kocsink, a csapatnak nagyon szépen köszönöm, mert tényleg egy szenzációs autónk volt megint csak, hát ezt mindig elmondom, de ez igaz mindig. Örülünk nagyon! A harmadik helyért 4 páros is nagy csatát vívott. Végül az első napot még a 6. helyen záró ifjabb Ranga László és Rohrer Ádám állhatott fel a dobogó legalsó fokára. Igazából a végére éreztünk rá újra erre az R5-ös kocsira. A végén már azt mondom, hogy annyira jó tudtunk menni magunkhoz képest, hogy ennél jobbat most itt ebben a formában nem tudtunk volna. Akik előttünk végeztek, ugye erősebb autóval indultak, mi sajnos nem. Ennek tudatában jó volt szerintem. 10 másodpercet kaptunk a hosszú gyorsan, az nem olyan sok erősebb autótól, úgyhogy örülünk. A harmadik helyre egy óriási hajrát követően végül a Citroen C3-at könnyen belakó Csomós Miklós és Nagy Attila is odaérhetett volna, de egy újabb lassító rombolással kicsúszott a dobogó a kezeik közül. Ezzel együtt a verseny végére már látványosan összeszoktak a Citroennel, vajon 2023-ban is ebben láthatjuk őket?
Nagyon tetszik az autó, az első benyomásra nagyon jó. Nyilván voltak apró dolgok, amiket kellett egy picit állítani, meg picit el kellett vinni nekem is. Másabb azért belülről az érzés, de összességében azt gondolom, hogy egy nagyon vezethető, nagyon jó autó. Picit másabb volt a diffi elől és hátul, mint nekem azért a Skodában megszokott, viszont az nagyon tetszik, hogy inkább a hátulja ment, vagy tört ki többször, mint tolta volna az orrát. Nyilván ez látszik is, mert egy pár bóját azért átrendeztünk a pályán, de iszonyatosan élveztem, oda megy az autó, ahol szeretném, úgyhogy nagyon nagy jövőt látok ebben az egészben, úgyhogy nagyon bízok benne, hogy el tudunk kezdeni közösen dolgozni, és akkor egy szép dolgok összejöhetnek ebből. A Szilveszter Rallin a licensz nélküli amatőrök is versenybe szállhattak. Volt, aki csak a saját örömére és a nézők szórakoztatására autózott, de a jó helyezésekhez itt is gyorsan kellett közlekedni. Kovács György és Tekeres Laura és a stopper elleni harcot célozta meg, akik meg is nyerték az amatőröknek kiírt versenyt egy Subaru Imprezát terelgetve. A kocsi az megvan egy ideje, most meg lett frissítve, kapott egy új kompjútert, nagyon jól lett, úgyhogy egy élmény volt vele menni. Csak tényleg ez a sok kihagyás, megmondom őszintén, az utolsó két gyorsságra jöttünk már bele. Illetve én jöttem bele, Lau az perfekt munkát végzett végig, csak hát a lassúságomhoz mindig így. A végére már házszereg tudta gyorsabban, nem voltak féktávjaim az elején. Nem, viszont vigyázz a kocsira. Nagyon vigyázok a kocsira, végig dicsértem is a kocsit, hogy úristen milyen jó vele menni, és akkor már vettem féktávot, akkor visszajött a régire, nem is teszteltem, meg semmit nem csináltam. Utolsó előtti gyorsra kezdtük le ezt így igazán élvezni. A Szilveszter Rally újdonságai között a juniorok számára kiírt kategória is szerepelt. Itt azok a 18 éven aluli fiatalok mutathatták meg magukat a ringbelsőn, akik már rendelkeztek valamilyen versenyzői múlttal. A juniorok között végül egy feltörekvő tehetség, a 15 éves Reményi Regő győzött, aki egy Lada VFTS-sel utasította maga mögé a mezőnyt. 2-3 éve kezdtem el az egész versenyt. Ebben az évben Rabaringen versenyeztem a Metabond kupában. Ha sikerült megnyernünk a junior kupában a bajnokságot. Nyáron indulhattunk az Egrallison, és akkor most engedélyezték, hogy itt is indulhassunk. Most a Pirelli RKW héttel megyünk, idáig bevált jól. Elején még kicsit nem melegedett be, de majd egy pár kilométer után bemelegszik. Egy-két helyen szűk, de meg lehet, hogy már a Rabaring is egy-két helyen jó szűk volt. A Szilveszter Rallival zárult a 2022-es év a magyar autósportban. Bízunk benne, hogy 2023-ban hasonlóan nagy létszámú mezőnyt, látványos fordulásokat és izgalmas bajnoki csatákat láthatunk majd a pálya széléről. Média partnereink: Build IT, Nordorient Kft., Palota Környezetvédelmi Kft., Septox Kft., Trend Építő Zrt.